1969-ben alakultak alá a zenekar, és ahogy itt az imént beszélgettünk, több helyen játszottak már, mint ahol nem, és próbáltuk összeszedni gondolatainkat azzal kapcsolatban, hogy jártak-e vajon Szarvason, de biztosan, hogy jártak, több évtizeddel ezelőtt. Igen, volt. 43 éves most a Kaláka zenekar, 27 lemez, több mint 1000 dal jellemzi a zenekart. Grélusz Dániellel beszélgetünk erről a 43 évről, 4. X-et ugye betöltötték. Nos hát, egy kicsit mutassa be a zenekart azoknak, a fiataloknak, azoknak, akik most látják önöket először. Lehet, hogy a fiatalok minket úgy ismernek, mint hogy hát persze a Pelikán, meg a Fakatona, meg a gyerek, de az az igazság, hogy mi ezelőtt 41 néhány évvel egyáltalán nem éreztünk különbséget a között, hogy most felnőtteknek vagy gyerekeknek játszunk. Játszottunk a saját generációnknak, és ugyanúgy az első dalok között volt József Attila is, Csokona is, mint ahogy a Cinege cipője, meg az Iciri-picirivel, olyanok, amik később gyerekdalként neveztünk, mert hogy végül is gyerekversek. De igazi költők, a Kányádi Sándor, a Vörös Sándor versei mindenkihez szólnak. Sőt, lehet, hogy néha a gyerekek nem is tudják megkülönböztetni. Én tudom, hogy az én gyerekeim is hány olyan kalákanótát csavartak ki. Legutóbb a unokám, amikor még 2 éves volt, akkor azt énekelte a lépcsőházba, hogy lehettem volna oktató, nem így töltött, koptató. Szóval egyáltalán nem biztos, hogy ha végig belegondol a Bóbita, vagy valami, ezek nagyon komoly versek is lehetnek. A szerkesztők gyerekvers kötetet csinálnak belőle, gyerekvers. Kaláka eljátsza gyerekdalként, akkor gyerekdal. A Pelikán például, ha már ugye szóba került a költője, egy ilyen szürrealista francia költő volt, egyáltalán nem gondolta, hogy ez gyerekvers. Lehet, hogy mi sem, amikor megcsináltuk, aztán kiderült, hogy gyerekek szeretik. Gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt szól a Kaláka zenéje, többféle hangszert is megszólaltatnak ugye egy-egy koncert alatt. 4-en vannak? Igen. Hány hangszeren játszanak egyszerre? Igen, ezzel a bemutatással tulajdonképpen úgy adus maradtam. Amikor elkezdtük, akkor még egyetemisták voltunk, és aztán kiderült, hogy ez a műfaj, amit mi énekelünk, ez a vers éneklés, ez nagyon-nagyon sok ember fogékony erre a dologra. De ez egy ősi dolog. Ezt nem mi találtuk ki. A régi költők több ezer évvel ezelőtt csak dallamra voltak beindulva, hogy verset írjanak. Ez még Balassinál is így volt, nem beszélve a régebbi, de József Attilánál, a Vörös Sándornál is. Kányádi Sándor bácsi, nagyon büszkék vagyunk rá, úgy szoktam mondani, hogy visszahelyezzük a költészetet homéroszi jogaiba, mert kimuzsikáljuk a benne lévő dallamot. És tényleg a legjobb nótákra, a jobb kaláka nótákra ez a jellemző, hogy minthogyha arra írta volna a költő. Mert hogy nagyon sok költővel kerültünk ilyen szoros kapcsolatba, hogy alkotótársként tekintetjük Arany János Petőfit, vagy François Villont, vagy éppen Kányádi Sándor bácsit, és hát sok fiatalt, akivel valóban ismerjük egymást. Ma itt a Szarvasi Színpadon gondolom, hogy egy kis ilyen mindenféle lesz. Nyilván fogunk játszani olyanokat is felnőtteknek, amiket a gyerekek nyugodtan fognak élvezni, és az sem olyan nagy baj, hogyha mire megértik, tudják kívülről, és fogunk játszani olyan gyerekdalokat, amelyeket a felnőttek ugyanúgy fogják élvezni, ha más nem azért, mert a saját gyerekkorukra is emlékezteti őket, vagy éppen látják a gyerekeket örülni. A Kalákának sikerült az, ami nagyon sok zenekarnak nem, évtizedeken keresztül fennmaradni és sikeresnek lenni. Igen. Szoktam arra gondolni, hogy mi lehet ennek az oka, hogy sokan fel is teszik a kérdést. Biztos több oka van. De az egyik ok az, hogy sose voltunk divatosak. Szóval sose voltunk olyan hullámhegy tetején, amit automatikusan egy hullámbolt követ. Mi mindig csináltuk a magunk dolgát, és mindenhova mentünk szeretettel, ahogy ide is. És valahogy hogy kialakultak a lemezek, a kötetek, ugye most holnap Szabó Lőrinc estet fogunk játszani, ami már felnőtt előadás, de a repertoárunk is mindig valahogy úgy alakult, hogy mint hogyha valaki úgy vezérelte volna, nem volt sohasem úgy marketing tervünk, meg olyan stratégiánk, ami ma elvárható egy együttestől. Mi csináltuk, ahogy jónak láttuk, ahogy a kedvünk diktálta, és mivel sok embernek tetszik, ezért aztán mindig találtunk olyan közönségre, aki meghívott minket, és aztán szeretettel látott. Nem csak hazánkban énekelnek, hanem határainkon túlra is eljutottak nagyon-nagyon sok helyre. Például hová? Majdnem 40 országban, hogyha olyan filmfelvételeket is mindent beleszünk, akkor talán még többe is. Hát a messzi országok, ugye többször voltunk Japánban, 6-szor, 7-szer,
Kínában muzsikáltunk, Mongóliában, másik irányba. Idén, vagy tavaly ősszel is volt egy Brazil, Argentin, Chile jutunk, de máskor is voltunk már, ott most harmadszor voltunk. Öcsémmel Észak-Amerikában jártunk éppen idén tavasszal, Kanadában is. De hát Európa majd minden országában megfordultunk. De hát azért a legfontosabb koncertek azok mindig itten a szorosan vett határaink melletti közösségeknél. A múlt héten például játszottunk a kolozsvári könyvhéten. Hát az olyan felemelő volt, hogy egyszerre énekeltük ott sok száz emberrel a Fakatonát meg a többieket. Nagyon sokszor játszunk délvidéken. Ott mindig van egy énekelt versek fesztiválja, például az Entán, ahol minden évben többször. És a karácsonyi koncertünket tavaly például Erdélyben csináltunk belőle turnét, azelőtt délvidéken. Idén úgy gondoltam, hogy majd elmegyünk Szlovákiába. Tehát azok a magyar közösségek, azok nagyon fontosak számunkra, ahol kicsit, mintha felértékelődne a munkánk, mert számukra az anyanyelv az sokkal féltettebb dolog, mint ami nekünk. Mert nekünk itt van, nekünk mint itt a víz. Hát most nem fogunk szomjazni egész biztos, hogy holnap se. De ahol nincsen víz, ott bizony fölfognak minden cseppet, amit össze tudnak gyűjteni. Szóval ahol az anyanyelv egy kicsit szorongattatásban van, ott a mi munkánk is nagyon fontos. És ezt érezzük, és ennek a felelősségét is érezzük. Egyébként a nyelvünk az ugye foszlik, a tengeren túl is így van. És például májusban énekeltünk egy gyereknapi koncertet Londonba. Fantasztikus volt, hogy hány gyerek volt, és magyarul énekeltek, mert ott is nagyon sok magyar van, csak hát nem úgy, mint egy diaszpora Dél-Amerikában, és nem úgy, mint egy igazi őshonos közösség mondjuk Erdélyben. Az imént szöget ütött a fejemben az, amit mondott, hogy mi sosem voltunk divatosak. Azért az elmúlt évtizedek alatt olykor változott az ízlés, a zenei ízlés, változott a technika nagyon sokat. Kellett ezt követni? Vagy épp az volt a jó, hogy azt játszották, amit úgy, ahogyan addig? Bizonyára kell követni. Ugye az első egy-két évtizedben akkor mi nem játszottunk sohasem mikrofonokkal. Nagyon ritka volt az, hogy mikrofonokkal játszottunk. Még a 70-es években, 60-as évek legvégén, még mit tudom, egy kolozsvári operában is, vagy ma is a Marci Bányi téri művelődési központban, ahol muzsikálunk minden hónap utolsó szombatján, ott mikrofonok nélkül játszunk. Tehát itt ez elképzelhetetlen lenne. Tehát nyilvánvalóan, amikor átálltunk ezekre, egy nagyon sok felé megyünk fesztiválokra, megyünk nagyobb színpadokra, ott erősítésekkel játszani. Ez biztos, hogy egy olyan technikai igénye jár, aminél azok a finomságok vagy elvesznek, vagy jobban kihangsúlyozódnak, ha ügyes a technikus. Hát ez attól függ, hogy nekünk van egy saját fesztiválunk is, ami ugye 33. lett, 32-szer a Diósgyőrben, Diósváron volt, és hadd áruljam el azt is, hogy Fegede Péter barátunk tulajdonképpen azt is javasolt, hogy mi lenne, ha ide hoznánk. Csak mi aztán nem akartuk elhagyni a régiót, a Bükk egy másik oldalán, Egerben kötöttünk ki, de hát íme a beszélgetésünknek az lett az eredmény, hogy most itt vagyunk, és nagyon örülök neki, hogy ezen a csodálatos helyen játszunk. Tavaly direkt azért jöttünk el ide nyaralni a feleségemmel egy-két napra, hogy megnézzük, mert nagyon imponáló, és nagyon gyönyörű szép ez az elképzelés itt a versekkel és a vízzel. Hát, ha el tudjuk önöket csábítani onnan a messziből, ide Békés megyébe, a Holták partjára. Nos, hát a mai napra mit hozott a szarvasi gyermekeknek? Mai napra, mondom, válogatás lesz. Ez nem egy tematikus összeállítás. Lesz benne Petőfi is, lesz benne gyerekvers is, lesz benne József Attila is, lesz benne mai költőktől is vannak gyerekverseink. Például Kis Ottótól, ha már Békés megyeit is idézzünk. Kányádi Sándor bácsi biztos lesz a repertoáron. Nem is biztos, hogy pontosan tudom még előre, hogy mit fogunk játszani, majd ahogy alakul. Azt tudom, hogy holnap a Szabó Lőrinc estünk lesz. Ez decemberben jelent meg ez a lemezünk, a Hangzamerikon sorozatban, ahol már van egy Kányádi albumunk, egy Arany János, egy Kosztolányi, és ezt a Szabó Lőrinc lemezt, ezt egy színházias irodalmi est jellegű produkcióval a Költészet napján mutattuk be Rátóti Zoltán barátunkkal közösen, és most azt fogjuk holnap itt este 8-kor bemutatni. Nem tudom az adás mikor van, úgyhogy ezekkel a holnapokkal itt lehet, hogy össze-vissza kell. Igen, hát ma hanyadika van?
19. Tehát ma van 19-e, ma van a gyerekműsor, és 20-án lesz a Szabó Lőrincest, vagy volt a Szabó Lőrincest. És most jött el a pillanat, hogy át kell adnunk Önt a közönségnek. Köszönjük szépen! Nagyon köszönöm szépen! Tudod-e ez mi? Jó torna eszednek. Asztalt terítnek, asztalt leszednek. Haladnak az utcán, elvisznek az ágyon, mint pillecikázik. Fejükben az álom, karjuk követ érzed, izzadó a bonszor, sürgöny fut az ében. Van telefonszól, és csönget az ajtó. Az orvos, a lázas szerem, a postás, a kultus, a gázas, eljjel neki mennek, a hegyket tavasznak, hangolnak azért is, ordítva szavaznak, csöntolonatnak. Megcsendül egy élet, már vége a dalnak, ámulnak a vének, csókok ligetében, törvény köde nyíldos, és ölnek ölelnek, te drága, te gyilkos, nem látni a végét a hosszú menetnek. Lacak a kertban, vagy talán temetnek. Egy kis vidámság, sok-sok sóhajtás. Sejted-e már mi? Tetszed-e fajtás? Nincs nála nagyobb jó, mert ez a kincs. Úgy hívják élet, értelme nincs.